Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Pest megyei rendőrfőkapitányság 2022-es Formula 1 Magyar Nagydíj rendőri biztosításával kapcsolatos sajtótájékoztatón. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 37. Magyar Nagydíjat is a Pest megyei rendőrfőkapitányság állománya biztosítja, összességében közel 1200 rendőrrel. Kollégáink munkáját a készenléti rendőrség, a Heves megyei, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság munkatársai fogják segíteni. Nagyban össze fogunk dolgozni a budapesti rendőrfőkapitányság állományával, és 4 osztrák motoros rendőr is érkezik hazánkba, hogy segítse a rendőrök munkáját. A helyszínen lovas, kutyás, motoros és szegvét használó rendőrök is fognak szolgálatot teljesíteni. Kollégáim helikopterről is fogják figyelni az eseményeket, és ha közbe kell avatkozni, akkor forgalom segítésével segítik a közlekedőket. Itt a pálya melletti parkolóban július 28-án, azaz csütörtökön déltől az egész verseny hétvége alatt egy rendőrtábor működik. Itt található a biztosítás vezetési pontja is, az irányító parancsnokok innen tudják felügyelni és koordinálni a kint szolgálatot ellátó állományt. A táborban egyébként állandó szolgálatellátás lesz, az elérhetőségeket a polisz.hu oldalon hamarosan közzé fogjuk tenni. A Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője július 25-én déltől augusztus 1-én reggel 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a Gödöllői rendőrkapitányság illetékességi területére, az M0-ás autóút teljes hosszára, az M2-es, M3-as, M4-es, M5-ös és M6-os autópályák és autóutak Pest megyét érintő szakaszára, és az ezekhez kapcsolódó parkolókra és pihenőhelyekre is egyaránt. Az ellenőrzés célja a közúti közlekedés rendjének fenntartása, közrend és a közbiztonság megtartása, jogsértő cselekmények felderítése és megszakítása, egyben megelőzése is. A ring környezetében különböző forgalomkorlátozások fognak életbe lépni. Ezekről bővebb információkat a rendőrség honlapján létrehozott Forma 1-es fül alatt találhatnak majd meg. Az aktuálisan bevezetett intézkedésekről nyilvánvalóan soron kívül fogjuk tájékoztatni önöket, azonban célszerű figyelni a honlap említett fülét folyamatosan mindazoknak, akik személyautóval szeretnének kiérkezni a ring területére, mert hasznos információkat fognak ott találni. A rendezvény csütörtökön délután egy Box utca látogatással veszi kezdetét. A forgalom függvényében már ettől kezdve kell számítani bizonyos forgalomkorlátozásokra. Ez csak akkor fog megtörténni, hogyha a forgalom sűrűsége ezt indokoltá teszi. Kollégáim egyébként mindaddig fenntartják azt az alaprendet, ami a szabályok szerint egyébként is élt volna. Amit viszont kiemelnék, az 29-én reggeltől lép életbe, itt a pálya közvetlen közelében lévő utakat a kollégák minden nap délelőtt a ring a pálya felé egyirányúvá fogják tenni, majd a versenyek végeztével pedig fordított lesz a menetrend, a ringtől kifelé lesznek az utak egyirányúak. Erre majd fokozott figyelmet kérni szépen fordítani. A haladás irányát minden esetben jelzőtáblák és rendőrök fogják irányítani. Kérjük szépen az állampolgárokat, hogy nagyon körültekintően és figyelemmel maradéktalanul tartsák be és vegyék figyelembe kollégáimnak az utasítását, mert nyilvánvalóan mindenkinek az a célja, hogy biztonságban érjék el az úti céljukat és ne történjen baleset. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy senki ne hagyjon a értékeket látható helyen leparkolt kocsiában. Mindig figyeljünk arra, hogy gondosan zárjuk be az autó ajtaját, mindig legyenek felhúzva az ablakok, táskáikat, telefonjaikat pedig a pálya területén se hagyják őrizetlenül, minden értékükre fokozottan ügyeljenek, borzasztóan nagy tömeg várható. Itt érdemes megemlíteni, hogy a korábbi évekhez eltérően idén egy grátis 2-es és egy grátis 3-as parkolót is létrehoztak, ahonnan 5-10 perces kényelmes sétával majdhogy nem minden kapu elérhető, innen pedig az ülőhelyek kényelmesen megközelíthetőek, úgyhogy a 2-es, 3-as grátis parkolót azt egészen nyugodtan és bátran használják. Mindemellett felhívnánk a figyelmet az alternatív közlekedési útvonalakra is. A H8-as hévvel is ki lehet jutni a versenypálya területére. A hév kerepesi megállójától ingyenes autóbuszok fogják a látogatókat a Hungaroring 3-as számú kapujához vinni, ahonnan szintén minden nézőtéri hely kényelmesen elérhető lesz.
Fontos tudniuk a látogatóknak, hogy csak érvényes jeggyel lehet belépni a ring területére. Az ezzel kapcsolatos előírásokról és szabályokról a Hungaroring ZRT honlapján bővebben is tájékozódhatnak. Kérjük, hogy a rendezvényre kilátogató közönség számoljon azzal, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel a beléptetés hosszabb időt fog igénybe venni, emiatt mindenki időben induljon el otthonról. A végére még egyetlen közérdekű információt szeretnék megosztani önökkel, ahogyan mindenki tudja és érzékeli, az elmúlt időszakban nagyon kevés csapadék esett, és extrém a szárazság. Úgyhogy kérnénk szépen mindenkit, hogy csak a kijelölt dohányzó helyeken dohányozzanak, ne dobják el az égő cigicsikeket, mert nagyon hamar tűz keletkezhet. A vagyonbiztonságra vigyázzunk. Erről szintén bővebb tájékoztatást a katasztrófavédelem honlapján egyébként megtalálják. Zavartalan legyen mindenkinek a kikapcsolódása ezen a kiemelt sporteseményen. Köszönöm szépen a figyelmüket!